Köszöntöm nézőinket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Dobos Jánost, régi ismerősünket, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Egyesületnek az elnökét, ami ugye egy nemzetközi hálózatnak a magyarországi része. Meghívásunk apropóját azt szolgáltatja, hogy holnap emlékezünk meg, mikor ez adásba kerül, már tegnap előtt volt, a Betegek Világnapja. Mit kell tudnunk erről a Betegek Világnapjáról? Majd később elmagyarázok persze, hogy miért ezt kérdezem öntől. Így van, hát ugye betegjogokkal foglalkozó civil szervezet vagyunk. Akkor nem is kell magyarázni. Igen, tehát a Betegek Világnapja az egy jó apropó számunkra, hogy fontos dolgokra felhívjuk a figyelmet ennek kapcsán. Maga a világnap egyébként egyfajta ilyen vallási jellegű háttérre tekint vissza, hiszen ezt pár évtizeddel ezelőtt II. János Pál pápa nevezte ki a Betegek Világnapjának. Méghozzá abból az apropóból, hogy az 1800-as években, azt hiszem 1858-ban a franciaországi Lourdes nevű településen egy ottani beteg nőnek megjelent Szűz Mária, és csodálatos igen, és zarándokhely is lett, ugye? És azóta lett zarándokhely, igen, és mennek oda is, ugye ott ilyen csodás gyógyulások történnek. Ennek a napnak az apropójára lett február 11-e a Betegek Világnapja, ami viszont ugye jó lehetőséget biztosít arra, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan is van ez manapság. Na most azt olvastam egy versben, hogy az a szegény, aki a legszegényebb, és az a legelesettebb szerintem, folytatva ezt, és ellopva egy kicsit a gondolatot, az a legelesettebb, aki beteg, aki a legbetegebb. Tehát támogatásra szorul, erőn felüli támogatásra szorul, és ekkor jöhetnek esetleg önök, akik egyengetik az útját ezeknek a betegeknek, vagy segítenek a hozzátartozóknak megtalálni a megfelelő megoldást. Milyen eseteik voltak mostanában, hogy konkrétabbak legyünk? Igen, hát köztudott, hogyha valaki ugye beteg és bekerül az egészségügyi intézménybe, akkor akármilyen állapotú is az, de mégiscsak egy kiszolgáltatott helyzetben van. És különösképpen igaz ez azoknál, akik a pszichiátriára kerülnek be. Ugye mi civil szervezetként kimondottan ezzel a szekciójával foglalkozunk az egészségügynek. Lévén, hogy itt tudnak a legkiszolgáltatottabbak lenni a betegek. És hát bizony nagyon-nagyon sokszor van, azt kell mondjam, hogy rendszeresen van szükség arra, hogy besegítsünk nekik a jogaik védelmében, mert nagyon furcsa és sokszor nagyon csúnya dolgok tudnak történni egy-egy ilyen kezelés során. Ezt nem csak én mondom, tehát ez nem csak az én véleményem, amit bár tapasztalatból mondok, de például az alapvető jogok biztosa, az ombudsman is számos alkalommal tett már közzé olyan jelentéseket, nyilatkozott olyan esetekről a médiában, amikor azt tárta fel, hogy hát bizony a betegek jogai nagyon komoly kívánivalót hagynak maguk után a különböző kórházakban. Pszichiátriákon gyakran az szokott felmerülni, hogy először is szedálják a pácienseket, tehát ugye árultra vannak gyógyszerezve. Ez viszonylag rendszeres ez a tapasztalatunk, de ezen kívül kikötözésekről lehet hallani, ugye ágyhoz kötözésekről, amik azért elég megalázó tudnak lenni az emberre nézve. És hát ezek olyan dolgok, amikkel kapcsolatban érdemes tenni valamit, annál is inkább, mert most már a nemzetközi emberjogi trendek is azt diktálják, hogy a pszichiátriákon ki kellene küszöbölni a kényszert, az erőszakos eszközök alkalmazását, amik sajnos még mai napig is a protokollnak a részét képezik. Na most, hogy mennyire súlyos a helyzet, hadd idézek ide egy hírt, ami lehet, hogy az önök közvetítésére jutott el hozzám, hogy az Egyesült Államokban, 4 államban, ha jól emlékszem, már megtiltották, hogy 0-5 éves kisgyerekeket elektrosokkoljanak. Magyarországon mi a helyzet? Picit pontosítom az adatot, igen, körülbelül jó, de valójában az történt, hogy a nemzetközi központunk, akik ugye az USA-ban székelnek, ők nemrégiben egy adatgyűjtéses felmérést csináltak, hogy mi a helyzet ezen a téren. És tulajdonképpen a hír maga arról szólt, hogy jó hír, hogy csökken azoknak az államoknak a száma, ahol a 0-5 éves korosztályú gyerekeket még elektrosokkolják. Az elmúlt néhány évben ez 10-ről visszaesett 4-re ezeknek az államoknak a száma. De hát könyörgöm, ugye önmagában a dolog, a hírnek a másik fele pedig az, hogy kinek jut eszébe az, hogy 0-5 éves gyerekeket elektrosoknak tegyenek ki. Sajnos ez van még a mai napig is. Nálunk Magyarországon elektrosok ugyanúgy van, tehát ezt használják a pszichiátriákon. Igaz, azt kell mondjam, hogy nem túl sok esetben, tehát nálunk azért nincs annyira elharapózva, mint mondjuk a nyugati államokban vagy az USA-ban. De van, erről rendszeresen kapunk beszámolókat, és hát tudjuk is, hogy van, mert igaz, jó pár évvel ezelőtt, de kértünk ki adatot erről, és kiderült, hogy körülbelül milyen nagyságrendben van. Magyarországon évente ilyen néhány százas
nagyságrendben hajtanak végre még mindig elektrosokot, ami nagyon furcsa, mert azért ez a 20. század első felének szörny szülöttje ez a kezelés, és nagyon fura, hogy még mindig megmaradt ugye a 21. század elejére. Na most megint ez zárójel, és idehoznék egy értesülésemet, hogy ez az elektrosok nem az az elektrosok, amikor egy fadarabot tesznek a páciens szájába, és addig birizgálják árammal, még el nem veszíti az eszméletét. Tehát vannak ennek humánusabb módszerei. Én úgy hallottam, hogy van, aki egyszerűen már igényli is, hogy ezt a kezelést hajtsák végre rajta, mert vannak üdvös hatásai, és mivel altatásban végzik, nem is érez semmit. Tehát nem emberkínzásról van szó tulajdonképpen, mert azt a törvény nyilván bünteti, hanem egy másfajta megoldásról, de hát akkor is egy olyan beavatkozás, ami az agyat, hogy is mondjam, erősen stimulálja, és lehet, hogy rossz irányú elváltozásokat is okozhat. Igen, ez valószínűleg önmagában megírne egy vitaműsort ez a kérdés, mert ugye erről nagyon komoly nemzetközi viták dúlnak egyébként az elektrosokról, annak a létjogosultságáról. És ez igaz, hogy manapság már sokkal humánusabb módon hajtják végre, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez leginkább azért a külsőségeket érinti, mert valóban a pácienst elaltatják, valóban adnak be neki izomlazítót, hogy a teste elernyedjen és ne legyen kitéve annak, ami a korai időkben, hogy megfeszül a gerince, eltörik a gerince, leharapja a saját nyelvét a rettenetes izomgörcstől és hasonló mellékhatások, tehát ez ma már nincsen. Mindazonáltal az a hatás, amit az elektromos áram az agyra kifejt, az pontosan ugyanaz, mint a 30-as években, amikor ezt kitalálták, mint gyógyászati módot. Tehát ilyen tekintetben nem látunk különbséget, csak ugye kívülről nézve nem néz ki olyan szörnyűségesnek, mint régebben. Mint egy kínzás. Igen. Ja. Ugorjunk egy kicsit akkor vissza a beteg világnapjához. Mi az, amiben önök tudnak segíteni, tehát milyen konkrét eseteket tudna említeni? Mi alapvetően azzal foglalkozunk, az a fő tevékenységünk, hogy egy ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk. Kifejezetten olyanoknak, akik bekerültek a pszichiátriára, vagy akiknek a rokona, családtagja bekerült, és ott valamilyen joghátrány, jogsértés, atrocitás érte, vagy megalázó bánásmód, ugye ilyen esetekben szoktunk mi segíteni. Ha valaki minket megkeres, akkor mi igyekszünk ezt az ügyet felgöngyölíteni, és az igazságszolgáltatás vonalaira vinni, hogy valami fajta kompenzációt nyerhessen ez az ügy. Éppen most nem olyan régen több olyan kártérítési útra terelt ügyünk is zárult, amiken dolgoztunk is már egy ideje, és tényleg elég csúnya, szomorú történetek voltak. Így például pont nem olyan régen zárult annak a fiatalembernek az ügye. Egy sportoló volt ő, bekerült a pszichiátriára, nem is olyan régen, talán tavaly vagy tavaly előtt volt maga az eset, és holtan találták meg az osztálynak a mosdójában. Legvalószínűbben az történt, hogy annyira le volt szedálva, hogy elcsúszott és olyan sérülést szenvedett, hogy ez halálos volt ránézve. Hát ugye itt fölmerült a kórháznak a felelőssége. Tehát nem is tudtak kivédeni az esés következményeit, hanem így van, ez volt. Egy zsák, igen. Igen. És végül az aztán sikerült egy elég komoly családtagonként 3 millió forintos kártérítést kieszközölni, ami magyar viszonyok között nem olyan rossz egyébként. De ennél még komolyabb végeredménye lett egy másik ügynek, ami meg tavaly évvége felé zárult le, azon is elég régóta dolgoztunk. Ott pedig az volt a sztori, hogy egy férfit, aki tévesen került be egy budapesti pszichiátriára, egy betegtársa agyonvert gyakorlatilag, és nem akadályozták meg. És itt a család végén, miután lezajlott az egész, aztán 16 millió forint kártérítést kapott. Ugye ezek a kártérítések ezek nem hozzák vissza magát az elvesztett pácienst vagy családtagot ilyen tekintetben, hogy ez szomorú, de mégiscsak azért valami fajta elégtételt nyújt a családnak, legalább azt, hogy na, igazunk lett abban a szempontból, hogy igen, ugye tényleg hibáztak. Nyilván valamennyire segít a kártérítési összeg is, amit kapnak, és hát valamennyire mégis nyugvópontra tud jutni az ügy, ha már ugye a családtól nem jött vissza. Na most ki fizeti ezeket a kártérítéseket? Mert nyilván nem az, aki elköveti a esetleg erőszakos cselekményt, mert ő éppen nincs is tudatában annak, hogy most, tehát visszatartó erőt rá nem gyakorol, ami az egyik célja lehet a büntetéseknek. Kit tart vissza és mitől? Vagy mire figyelmeztet az ilyen jellegű büntetés? Amikor egy ilyen kártérítési ügy lezajlik, és ki kell fizetni egy jellemzően elég magas és komoly összeget, általában ugye a kórház az kapcsolatban áll biztosítóval ilyen ügyekre, tehát a biztosító fizet valamennyi, de általában a kórházaknak van ezen valamennyi önrésze. Tehát azért mindenféleképpen azt gondolom, hogy főleg ha több ilyen történik, akkor ott azért csak megfontolja a kórház vezetősége, hogy valamit változtatni kéne, vagy valami mégsem jó úgy, mert azért az ő zsebükre megy, és ugye az egészségügy manapság nem a
nem arról híres, hogy dúskál a pénzben. Tehát azt gondolom, mindenféleképpen van egyfajta figyelmeztető jelzete a dolognak, ha más nem is. Ebben a tekintetben azért érdemes végigvinni ezeket az ügyeket. Apropó kórházak. A kórházak mellett ugye időnként, vagy általában működnek betegjogi képviselők, akik elméletileg a betegek jogait képviselik. Most én ismerek, vagy majdnem ismerek betegjogi képviselőt, aki véleményem szerint nem annyira a betegek jogait képviseli, hanem inkább a jogszabályok útvesztőjében próbál olyan megoldást kieszközölni, hogy finom legyek, ami nem annyira rossz a kórháznak például, vagy egyáltalán nem rossz. Ennek milyen tapasztalatai vannak, vagy van-e kapcsolat a betegjogi képviselőkkel? Igen, van, elég rendszeresen van kapcsolatuk velük ugye a konkrét ügyek kapcsán. Én nem szívesen török pálcát sem mellettük, sem felettük, mert vegyesek a tapasztalataink. Ez, amit elmondott az előbb, ez sajnos nagyon is tipikus, hogy ott van egy betegjogi képviselő, aki nem igazán mer kiállni a pácienseknek a jogaiért, a betegeknek a jogaiért. És nem egy ilyet láttunk, de ugyanakkor láttuk a másik oldalt is, amikor olyan betegjogi képviselő van, aki oda megy, kiáll, fellép, felemeli a hangját, sarkára áll és kiharcolja. Hát szóval ez szerintem egyénfüggő, hogy az egyének milyen a vérmérséklete, vagy milyen a bátorsága. Sajnos azt kell mondjam, hogy azért nem 100%-osan tölti be ez a betegjogi képviselői körül azt a feladatot, amit el kellene, hogy lássanak, vagy legalábbis lehetne rajta még javítani. De azért az mindenképpen jó, hogy van egy ilyen intézmény, maximum javítani kell, és hát ugye ne felejtsük el azt sem, hogy nincsenek sokan, az egész országban 21 néhány betegjogi képviselő van, akik ugye az egész országra eloszlanak, és rendszerint egy képviselőhöz több kórház is tartozik, tehát nem mindig könnyű utolérni, illetve elérni, hogy ő valamit cselekedjen, hiszen... Hát nem tűnik soknak ez a 21 néhány betegjogi képviselő az országban, hiszen 10 millió ember, vagy nem tudom hány betegre, ez egy nagyon kis szám. Ahhoz képest, hogy mennyi panaszt hallunk manapság is a sajtóban, legutóbb például egy 50-valahány éves hölgyről, akit szemlátomást fotók alapján inzultáltak a kórházban, meg is halt szegény, és most a lánya keresi az igazát, hogy mit tehet, és ügyvédet fogadott természetesen, és akkor másnak is persze rendelkezésére áll az ilyen esetekben. Nyilván, hogyha komolyabb jellegű az ügy, ami nem okvetlenül a betegjogi képviselő, vagy nem csak az ő kompetenciájába tartozik, hanem azon túlnyúlni látszik, akkor ugye bekapcsolódhat a rendőrség, vagy hasonló szerv. Ilyenkor jön egyébként jól az olyan civil szervezeteknek a külső segítsége, mint például mi, akik ugye meg tudunk fogalmazni egy hivatalos panaszt, ismerik, hogy hogyan mennek itt a jogszabályoknak a útvesztőjében a dolgok, és hogyan lehet kieszközölni azt, hogy legyen igazságszolgáltatás, hogy elinduljon vizsgálat. Tényleg megnézzék, nagyon sokszor kell újra és újra elindítatni vizsgálatokat, mert mondjuk az elsőt azt csak úgy hivatalból megnézik, lezárták, nem történt semmi, akkor. De akkor szólni kell, hogy hát legyenek szívesek megnézni ezt, meg ezt, meg ezt, mert erről semmiféle szó nem esett a vizsgálatban. Jó, akkor újraindul, akkor szakértői véleményt kérnek, akkor szakértő kihoz egy véleményt, hogy valójában semmi nincsen itt, akkor megnézzük a szakértői véleményt, és megkérjük a rendőrséget, hogy akkor legyenek szívesek, kérdezzenek rá erre, meg erre, meg erre, mert ebben semmi. És na mindegy, szóval kell ilyeneket. Igen, tovább is, mert ebben az esetben is, amit én idéztem, az történt, hogy a kórház belső vizsgálatot indított, és azt mondta, hogy szakmai mulasztás nem történt. Hadd jegyezzem meg itt ezen a ponton, pici tepésen, hogy saját tapasztalatunk az, hogy a belső vizsgálatok, amiket a kórházak elrendelnek, az valójában csak ilyen porhintésre szoktak jók lenni. Nem emlékszem egyetlen egy esetre sem a saját praxisunkban, a legkirívóbb ügyek esetében sem, ahol egy belső vizsgálat bármit talált volna. Tehát ez a hollónak esett, hát, hogy nem válja ki a szemét. És ezt egy nagyon komoly hibának tartom, mert pontosan ilyen belső vizsgálatok. A hitelét rongálja. Igen, sajnos. Esetekben. És ez valójában tapasztalatunk szerint inkább csak arra jó, hogy azt, hogy elaltassák, hogy mi megnéztük, és akkor nem történt semmi, de utána kell azért nézni annak jobban. Végezetül egy sikamlós terepre tévednénk. Nyugodtan szóljon, ha azt mondja, hogy ez nem az olyan kompetenciája, de választások közelednek, és nem tudom én se kizárni ezt a történetből, mivel pszichiátriáról esett szó, pszichiátriai betegekről, jogi képviseletről, hogy szerzette már tudomást olyan esetről, mondjuk a legutóbbi országgyűlési választások kapcsán, hogy pszichiátriai intézetbe, gyógykezelőhelyre szavazatszedő urnával bemegy valaki és szavazatokat gyűjt.
Hozzám konkrétan nem futott be még ilyen történet. Annyi minden furcsaság történik a világban, hogy nem zárhatom ki, hogy ilyen megtörténik, hiszen ott ugye sokszor kiszolgáltatott, sebezhető Én emberek egy vannak. országgyűlési képviselőtől hallottam, hogy volt ilyen. És hogyha nem bonyolult megmondani egy szegény bent lakó betegnek, azt mondja, hogy ide tessék húzni az X-et, és akkor már is egyet több. Nem tartom kizártnak a dolgot, nagyon is el tudom képzelni, hogy ilyen történik, de nem tudok állást foglalni, mert saját tapasztalatom ez ügyben nincsen. Igen, hát egyébként a mentálisan sérültek szavazhatnak? Tehát élhetnek a szavazati jogokkal? Vagy van itt valami határ azért, hogy... Tudomásom szerint, aki nagykorú és cselekvőképes jogilag, az szavazhat. Ugye ezt az változtathatja meg, hogyha az illető mondjuk gondnokság alatt áll, akkor ugye nem ő az. De az is függ attól is, hogy miben áll gondnokság alatt. Van, akit csak részlegesen helyeznek gondnokság alá bizonyos ügyekben, van, akit teljesen, hogyha ő neki megmarad a szavazati joga, mert mondjuk csak a pénzügyei fölött, vagy ingatlan ügyei fölött helyezik gondnokság alá, akkor attól még szavazhat, de ez attól függ, hogy éppen a bíróság hogyan döntött. Akkor ebből azt szűröm le, hogy számtalan oka létezik a szavazat minőségének a befolyásolásának, és hát erre a területre sem árt figyelni a szavazatszedő bizottságokban. Ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a stúdióba, és további jó jogvédelmet kívánok Önöknek. Köszönjük szépen, és örülök, hogy itt lehettem.